Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden táján, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 800 szintű vezetőházas párja. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, mi nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Annak idején, ugye ezt már mondtam máskor is, a magyarok még a királyt is tegezték. Tehát Békés Csabán élünk elragadó feleségemmel, és hogy miért kezdtem el a PPH-nál a képzésemet, a tanulmányaimat. Hát az akkori életem egy felfordult élet volt. Tehát semmi nem ment úgy, ahogy szerettem volna. Valakinek be van kapcsolva a Skype-ja. Tehát semmi nem ment úgy, ahogy szerettem volna, akadoztam az életbe, botladoztam. Mint mondtam, mindenemet elvesztettem. Ez idő alatt találkoztam elragadó, most már mondhatom, hogy feleségemmel, akivel szintén egy ugyanilyen viharos kapcsolatba keveredtünk. Tehát amikor, értsétek jól, mikor összeütközik a törhetetlen a rendíthetetlennel. Tehát ebből nem én vagyok a törhetetlen, mert ugye most is összetörtem magam, gondolhatjátok, hogy ebből a helyzetből keveredtünk odáig, hogy már most mondhatjuk azt, hogy egy boldog házasságban élünk. Az itt szerzett tanulmányaink alapján, amit használunk is, módszereket, amit Szedlacsik Miklós nagy lelkűen átad nekünk, és segít minden problémánkat megoldani. De a másik oldala, idővel én megláttam benne egy sokkal, de sokkal nagyobb lehetőséget, az, hogy függetlenné válhatok bárkitől és bármitől. Tehát találtam egy olyan iskolát, ahol azért fizetnek, amiért itt tanulsz. Na most, hogyha visszaemlékeztek a régi időre, amikor iskolába jártatok, tehát akár egy szakmunkásképző, vagy egy akármi, ott is kaptatok ösztöndíjat. És a tanulmányi eredményeitek alapján volt vagy kevesebb, vagy több. Ezt én használva egy úgynevezett csapatépítés, a PPH tanulói csapatszervezést tettem a fő tevékenységemmé. Eredendő szakmám egyébként géplakatos gépszerelő. Na, abban a szakmában nem dolgoztam, nagyon sok minden másba kipróbáltam magam. És az eltelt idő alatt ugye, a múltkori előadásban elmondtam azt is, hogy én hajléktalan voltam. Jöttek visszajelzések másoktól, hogy én ezt nem szégyellem elmondani a nagy nyilvánosság előtt. Hát gyerekek, azt szégyelném, ha még mindig az lennék. Itt most elmondhatom azt, a PPH-nál a csapatszervezés által és a tanulmányokat és a módszereket beépítve az életembe, eljutottam arra a szintre, hogy egy KFT tulajdonosa lettem. Itt áll mellettem a világ legnagyobb segítsége, elragadó feleségem, aki ebbe támogatott, és ugye nem mellékesen a mester, akitől ezt a tudást megtudtam. És nagyon nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszönöm a Bartatusek házaspárnak, hogy ehhez a lehetőséghez hozzásegítettek minket. Köszönjük szépen! Most dolgoztam, hol itt, hol ott. És mindig éreztem magamban azt, hogy sokkal többre vagyok képes, mint amennyit én ott érdemben, fizetésben kapok. Tehát annyit érsz, amennyit fizetnek neked? Valóban? Vagy sokkal több van benned? Én úgy gondoltam, hogy bennem sokkal több van. Nagyobb dolgokra vagyok hivatott, nagyobb dolgokra vagyok képes. Ezért elkezdtem. Volt, amikor két helyen dolgoztam a megélhetésemért. Egy bizonyos összegér. Annál én többet nem érek, dehogy nem. Elkezdtem magam fejleszteni itt a PPH-nál, Szedlacsik Miklós tanításai által. Onnan jutottam el oda, hogy jelen pillanatban elmondhatom, boldog házasságban élek, mindenem megvan, és vállalkozó vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. PPH előtti foglalkozásom szállodaiparban dolgoztam, de mára már csak a PPH tanulói csapat szervezése a fő tevékenységem.
és ahogy mi, Karesz is elmondta, tényleg nehezen indult a kapcsolatunk, de azért a 8 év alatt, amióta itt tanulunk, rájöttem azért én is sok mindenre, hogy tehát azért a fejlődés az nem egy könnyű út, mert tudom, hogy nem olyan kellemes dolog beismerni azt, hogyha valamit rosszul csinálunk, és nekem is nagyon nehéz volt az elején beengedni azt a felismerést, hogy tényleg a hölgyek azok, akik a legnagyobb befolyással tudnak lenni a párkapcsolat minőségére. De ahogy ezt elfogadtam, onnantól tudtam is változtatni a párkapcsolatunkon. Tehát, hogy akkor elkezdtem ugyan módszereket alkalmazva másképp bánni, másképp viszonyulni Kareszhoz, és ez is vezette őt oda, hogy aztán csatlakozott ő is a képzéshez, mert látta azt, hogy jó helyen vagyok itt, jó dolgokat tanulok, mert elkezdtem vele másképp bánni. Ez bizony így igaz. És ugye ez a mai napig tartó folyamat, sőt ez egy igazából meg nem szakadó folyamat, mert a párkapcsolat egy olyan dolog, hogy ha nem teszel érte minden nap, akkor az nem fog működni. Nincs mosogatás tányércsörgés nélkül. Igen. De tényleg ez, hogy ahogy Karesz is elmondta, hogy nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy ugye mind a ketten alkalmazotti létből indultunk. És azért 8 év alatt, hát 7 év alatt vállalkozóvá válni, ezt tényleg nem tudtuk volna máshol megcsinálni. Tehát itt olyan lehetőséget kapunk, hogy nem csak tudás, mert nagyon jó a tudás, hogyha van, de hogyha nincs hol alkalmaznod, és ahhoz nem elég a családod, ahhoz sokkal több ember kell, hogy azt a tudást igazán hasznosítani tud. Ahhoz kell egy folyamatosan növekvő csapat. Ugye Szedlacsik Miklós a képzései által ezt is biztosította nekünk. Tehát egy picit csak annyit fogalmaznék át, hogy ugye itt tanulsz. Nem is abból kapod az ösztöndíjat, hanem a gyakorlás, ugye, amikor szakmunkás képzőbe ugye elmentél gyakorlatra, és akkor ott is kaptál pénzt, csak hát azért ez sokkal jobb ez az összeg. Tehát nem ismerek a mai napig még egy olyan szervezetet, ahol a vezető 75%-ot visszaosztana a tandíjakból. Igaz, hogy már többet? Kicsivel több. Igen, és azt is legalább tudjuk, hogy 99,5 lesz, amit visszaoszt. Az lesz a felső határ. Na most én a mai napig nem találkoztam még egy ilyen emberrel, aki képes lenne ilyen dolgokra. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy sok a tandíj, akkor csak annyit szeretnék neki javasolni, hogy picit számolgasson. A matematikát mindenki tanult, itt összeadni, kivonni kell maximum. Tehát, hogy ha megnézed a tandíjat, abból még adót kell fizetni. 75%-át visszaosztja a mesterünk. Hát nem hiszem, hogy ebből akarna meggazdagodni. Tehát nem hiszem, hogy az lenne a célja, hogy ő itt hülyére keresse magát a tandíjjal. Pont ez a lényege az egésznek, mert olyan mestert se tudok mondani a mai napig, aki képes lenne olyan önfeláldozóan, mert erre nem tudok más szót mondani, hogy mindenki jól járjon alapon. Nem ismerek még egy embert, aki így rakott volna össze egy ilyen komoly rendszert, ahol mindenre megvan a lehetőség. És ha nem találtunk volna rá a PPH-ra, mi még mindig alkalmazottak lennénk. Én még élném a gólya időszakomat, amikor költöznék ide-oda. De most ehhez egy pár mondatot, hogyha páran emberekkel beszélgetek, és egy páran jelzik, hogy éppen munkát keresnek. Megértem őket, teljes mértékben megértem őket. Most gondolj bele, találsz egy munkahelyet, tegyük fel a város másik végén, ez is te busszal jársz be. A buszbérlet jelen pillanatban 19.700 forint.
Annyiba kerül egy havi képzés, otthon maradhatsz, ülhetsz a fenekeden a gép előtt, dolgozhatsz, és egy olyan jövedelemre tehetsz szert, ami minden hónapban több és több. És ezt úgy teheted meg, hogy embereken segítesz. És az biztos, hogy nincs jelenleg nagyobb küldetés, vagy nem is tudom, hogy mi lenne a jó szó erre, nagyobb vállalás, hogy embereken segíteni. Szerintem most van a legnagyobb szükség a világba erre. Egyre rosszabb minden. Most, hogyha arra vársz, hogy az életedbe eljöjjön az a megfelelő pillanat, amikor úgymond minden klappol, tehát amikor minden stimmel, és majd akkor elkezdem a képzést, elmondom neked, hogy ez a pillanat sosem fog eljönni. Tehát soha nem lesz olyan, hogy na most tényleg eljött az a pillanat. A kezdésre a legmegfelelőbb időpont az a most. Mert minél tovább húzod az időt, annál, jó, annál rosszabbul jársz. Nincs kivétel. Aki idejött és csatlakozott hozzánk az elmúlt időszakot visszatekintve, nekem vannak jó barátaim, akik csatlakoztak rögtön az elején. Abból pár itt is van, és van köztük egy büszkeségem. Biztos, hogy láttátok, már a Matuska házas párról beszélek, a Zsolti. Már ők is vállalkozói szintre jutottak. Tehát ezt, ha mi meg tudtuk csinálni, én, mint hajléktalan, akkor erre bárki képes. Itt segítség van mindenkitől, a felső vonalunktól, tehát a Vartatusek házas pártól, az igazgatóinktól, Szedlacsik Miklós mestertől. Soha nincs elengedve a kezünk, bármi kérdéssel, bármi problémával fordulunk hozzájuk, mindig megkapjuk a választ. És még egy nagyon fontos dolog, hogy sokan úgy gondolják, hogy elég az, hogy, tehát, hogy beiratkoznak valamilyen tanfolyamra. Én nem mondom azt, hogy nem jó az a dolog, amit tanulni szeretnének, akár egy személyiségfejlesztő tanfolyam, vagy egy spirituális tanfolyam. De én tudom azt, mert itt ebbe a közösségben megtapasztaltam azt, hogyha nincs hozzá egy olyan közösség, ami itt van, tényleg egy szeretet alapú közösség. Ha nem lenne ez meg, akkor mi sem tudtunk volna ekkorát fejlődni, tehát nem tartanánk még itt az életünkbe, mert tudom nagyon jól, hogy elmegy az ember egy ilyen rendezvényre, feltöltődsz, jól érzed magad, utána hazamész, jön a család, jön a szomszédok, jön a barátok, másnapra már ugyanott vagy. Viszont, ha van egy ilyen közösség, mint itt a PPH-ban, egy szeretett közösség, sokkal gyorsabban és könnyebben tudsz fejlődni, mert ha ezekkel az emberekkel érintkezel folyamatosan, nem tudsz úgy visszarendeződni. Mert nem hagyja a dolog. Tehát teljesen más a PPH-s emberekkel együtt lenni, mert nálunk ugye nincsen panaszkodás, pozitív dolgokról beszélgetünk, támogatjuk egymást, hiszünk egymásba. Én szerintem ez egy óriási kincs a mai világban, egy ilyen biztonságot adó közösség. Ezt aláírom, és egy az egybe, és most egy rövid üzenet mindazoknak, akik azzal fordulnak hozzám, hogy nekik megvan a saját útjuk, és hogy egyedül haladnak. Teljes mértékben igazatok van. Egyedül nagyon gyorsan lehet haladni. De csapattal nagyon messzire. És itt van egy olyan csapat, amelyik összekarolva bármikor meg tudja változtatni ennek a bolygónak a sorsát. Hisz mi zajlik most a világba? Menjünk vissza pár évvel ezelőtt. És ugye előre nem is mondok semmit, mert már Szedlacsik Miklós régen elmondta, hogy mi fog történni, sőt, mi több, erről is beszélt. Kezdődött azzal, hogy jöttek a migránsok. Migráns után jött a Covid. Covid után jött a vakcina. Vakcina után jött a háború. A háború után most itt van, jönnek az UFO-k. UFO után mi jön? Már beharangozták a nemzeti alapjövedelmet. Gyakorlatilag nincs te lenni, akarják tenni az embereket. Ez politika. De ez előre látható volt, és erről már hosszú évekkel ezelőtt videóban beszélt Szedlacsik Miklós mester. Lehet rajta nevetni,
itt éljük azt, amit akkor beszélt. És pont ez az, hogy egy ilyen közösségben, ahol egy ilyen mester a vezetője, aki égi forrásból kapja az információkat, előre szólt nekünk, hogy így készüljünk föl, úgy készüljünk föl. Tehát a mai világban megint csak nagyon sokat jelent az, hogyha nincs mitől félned, mert megint biztonságban érzed magad, mert, és itt bizonyosodott be az, mert mi hittünk a mesterünkbe, mi tudtuk, hogy az tényleg úgy lesz, mert ő nagyon nagy tudású, és ha ő azt mondja, akkor úgy lesz, de akkor még csak hittük, nem tudtuk. Ez most kezd valósággá válni, ez most kezd folyamatosan bebizonyosodni, amiről ő már évek óta beszél. Így van, és a weboldalon megtalálható nagyon sok profécia, abból az egyik úgy szól, hogy ez időtájt a Kárpát-medencéből fog elindulni a szeretet, a béke és a boldogság tudása, azaz az aranykor. Ezt a világon Szedlacsik Miklóson kívül és csapatával kívül senki nem csinálja. Úgyhogy akik itt ültök, vagy akik csak néztek minket, lehetek büszkék arra, hogy magyarok vagytok, a Kárpát-medencében éltek, és egy ekkora lehetőség van a kezetekbe. Használjátok! A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Jelenleg Európa legnagyobb független személyiségfejlesztő szervezetének a vezetője. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Amit elért, azt a munkájának és a tudásának köszönheti. Mesterünk teljesen egyedülálló abban, hogy nem csak a szellemi területen rendelkezik hatalmas tudással és tapasztalattal, hanem az anyag területén is. Én azonta sem találkoztam még egy ilyen tanítóval. A vezetésével 4 területen ért el piacvezetői pozíciót a szervezetünk, úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek szellemi fejlesztése, olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni egymással. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg nekünk a mai előadást. Rendben. És nagyon figyeljetek, mert az életeteket segítő, nagyon fontos információkat fog közölni veletek a mester. Kellemes kikapcsolódást. Szeretnénk megkérni, hogy fáradj ki és tartsd meg a mai előadást. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát voltak olyan beharangozások itt a múltban, hogy jön majd Jézus és megoldja az emberiség sorsát. Tehát onnantól majd lesz egy ilyen Jézus királysága, és akkor Jézus fog uralkodni a Földön. Jó, tehát ugye ez az egyik. A másik ilyen beharangozás az volt, hogy majd jönnek az UFO-k, és akkor ezt a kérdést megoldják. Na most ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy vannak olyan technikai kísérletek, hogy az égre hologramot vetítsenek ki. Mondjuk Jézus hologramját,
vagy mondjuk az UFO-k hologramja. Tehát ami úgy néz ki, hogy úgy olyan, mintha teljesen élő lenne. És ugye vannak olyan gondolatok, hogy majd csinálják vagy ezt, vagy azt, és akkor a nagy tömegek elhiszik, hogy valóban mondjuk van egy idegen lények invázió, vagy van egy Jézus általi lejövetel, és akkor gyorsan át lehet állítani az emberiséget egy másfajta működésre. Egy olyan fajta működésre, ahol ugye aminek a célja az lenne, hogy egy központi irányítással működjön az emberiség. Na most az ezzel kapcsolatban van egy jó hír, hogy ugye szerte a világon akarják ezt csinálni egyszerre, vagy ezt, vagy azt, de ugye a jó hír az, hogy ebben a hatalom nem feltétlenül fog megegyezni. Tehát a Földön van 13 család, amely irányítja a bolygót, abból van egy fővezető, amely az irányító családnak az első számú embere. Jó, most nem akarom neveket, családneveket ezzel kapcsolatban mondani, de a lényeg az, hogy ezek a családok, ezek hosszú ideje valamilyen szinten egy-egy család, vagy akár több is egymással, több család is egymással szembenállást mutat. Tehát például, ha te most azt gondolod, hogy az ukrajnai háború az Oroszország és Ukrajna között folyik, akkor nagy tévedésben van. Ez a háború, ez a Rothschild család és a Romanov család között folyik. Oké? Tehát ők benne vannak ebben a 13 családban. És gyakorlatilag Oroszországban vívott összes háború az a Rothschild család és a Romanov család háborúja volt a második, illetve az első világháborútól. Tehát már az első világháború arról szólt, hogy megszerezzék ugye Oroszországot, és képzeljétek el, nem a háború révén szerezték meg a Rothschild család Oroszországot, hanem Lenin révén. Tehát Lenin révén. És akármilyen hihetetlen, de Putyin révén került vissza a Romanovokhoz Oroszország. Oké, tehát ami azt jelenti, hogy most vissza akarják szerezni Oroszországot a, ugye a Rothschildtól, vagyis a Romanovoktól. Tehát ugye azt gondolnád, hogy a Romanovokat megölték. Persze, megölték a cárt és a közvetlen családját. De a Romanov család az nem csak a cárból és a közvetlen hozzátartozóiból állt. Oké? Tehát a Romanov család ennél jóval kiterjedtebb volt. Ha esetleg a múltban néztél olyat, talán a Frey dosszié, egyik Frey dossziéban volt, ahol interjút készített a Romanov családdal, ugye Frey, és tehát ami azt jelenti, hogy ők nem haltak ki. Jó, és ugyanúgy benne vannak ebbe a 13 családba. Tehát ha megnézed, ebbe a 13 családban van például az angol királyi család. Hogy hívják őket? Windsorok, így van. A Windsorok. És például a második világháborúban a Rothschildok és a Windsorok harcoltak egymással szembe. Oké?
mert ugye Hitler az például Rothschild és Rockefeller támogatású volt, oké? Tehát Hitler, tehát ugye a, nem tudom tudod-e, hogy a lenini kommunizmus vagy szocializmus, mindegy, az gyakorlatilag azért lett megcsinálva, hogy hát ha sikerül ugye azokat az elveket a világba elvinni, és bevezetni ugye a világkormányt diktatúra révén. Aztán kiderült, hogy hát nem lehet diktatúra révén bevezetni a világkormányt, ezért taktikát változtattak avval kapcsolatban, hogy hogyan lehetne mégis világkormányt bevezetni, és annak eszköze a migráció, annak eszköze volt a Covid, oké? Annak eszköze volt az oltások, ez mindennek az eszköze. Tehát az a cél gyakorlatilag a világban bizonyos családok esetében, mert ugye a Rothschildok, meg a Rockefellerek, meg a Morganek, azok ugye szövetségben vannak, tehát az ugye a cél, hogy világuralmat érjenek el. Tehát most gondold végig, világuralmat elérni egy emberiségnél, az azt jelenti, hogy egyféleképpen lehet diktatúrával, sehogy másként. Tehát olyan, hogy világuralom, tehát demokratikus világuralom, olyan nem létezik, nincs ilyen. Oké? Tehát ha bárki azt gondolja, hogy demokratikus világuralmat lehet létrehozni, akkor óriási tévedésben van. Tehát a törekvés az, ugye most már nem az a törekvés, hogy legyen mindenütt szocializmus, és akkor abból csinálunk egy világuralmat, hanem most a törekvés az, hogy az emberek kérjék azt, hogy a biztonságuk érdekében szívesen lemondanak a szabadságukról. Oké? Tehát elhitetni az emberekkel minden áron, hogy nincsenek biztonságban. Ez a cél. Jó? És ez a cél, ez folyamatosan azt fogod látni, hogy fokozódik. Oké? Tehát azt látod, hogy negyedévről negyedévre, évről évre fokozódik, hogy az emberek ne érezzék magukat biztonságban. Világos ez? Tehát ha az emberek egyre inkább nem érzik magukat biztonságban, akkor ugye a pszichológusok azt pontosan tudják, hogy az ember a félelme miatt képes arra, hogy a biztonságáért lemondjon minden szabadságjogáról. Világos ez? És most egy ilyen, de hát ez megnézed, ezt nem nyíltan csinálják, hanem burkoltan. Tehát nyíltan nem sikerült a világuralom a szocializmus bevezetésével, ezáltal most burkoltan próbálják ugyanazt elérni, a világuralmat, olyan feltétellel, hogyha kell, akkor csökkenjen akár a világ lakossága, lakosságának a lélekszáma. Méghozzá akár jelentősen. Szóval egy ilyen világban élünk, és olvastam egy cikket ebben kapcsolatban, erről a szembenállásról, de ugye nem a családok szembenállásáról írtak, hanem a szellemi szembenállásról. Tehát milyen szellemi szembenállás? Olvastam egy olyan cikket, elég hosszat, terjedelmes volt, hogy
Például Putyin rendszeresen jár templomba. Ugye ő ortodox vallású. És Putyin uralma alatt felszámolta az orosz oligarchákat, teljesen felszámolta. És képzeljétek el, visszaerősítette az ortodox egyházat. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye egész Oroszország ugye az elmúlt 100 évben nem volt ilyen vallásos, mint most. Megerősítette a papokat, és ő teljesen vallásos nézeteket vall. És gyakorlatilag, valószínűleg hallottatok ilyenről, hogy az ő harcuk Ukrajnában, tehát rögtön az elején lehetett ilyenről hallani, a nácizmus felszámolása Ukrajnában. Emlékeztek erre? És gyakorlatilag ugye a világban, a nyugati világ az teljesen eltávolodott a vallásoktól, ha jobban megnézed. Tehát például nyugaton, itt Európában heti szinten többen járnak muzulmánok templomba, mint keresztények. Nem azért, mert több a keresztény, vagy kevesebb a keresztény, hanem azért, mert a keresztények nem vallásosak. Érted? A muzulmánok viszont igen. Tehát gondold végig, már egy olyan világban él a nyugati világ, hogy elérték azt, hogy az emberek ne foglalkozzanak Istennel. Érted? Mert a vallásosok legalább valamilyen szinten foglalkoznak Istennel. Érted? És Oroszországban az Istennel való foglalkozás, tehát a vallás, az keményen megerősödött, és gyakorlatilag most, ami háború van, az az ateizmus és a vallás háborúja. És ha logikusan megnézzük ezt a dolgot, van benne valóság. Nem is kevés. Tehát ugye Ukrajnában sikerült egy puccsot csinálni, még ugye mikor volt az a forradalom, az egy puccs volt, ugye tudjátok. Tehát ott nem tisztességes módon lett, tehát nem választások útján lett leváltva az előző kormány, ami Lukasenkának, vagy mi a Manónak hívták, már nem tudom minek. Nem, hanem gyakorlatilag hát egy puccs volt. És ugye nyugatbarát hatalom került a hatalomra. Ennek hatására foglalta el ugye gyorsan a Krímet akkor Putyin, illetve az Oroszország. Szóval ha megnézzük ezt az egészet, tehát itt lehet mindent mondani, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy Oroszország, mióta Putyin van hatalmon, óriási mértékben megerősödött. Amióta az EU létezik, azóta a nyugat meg meggyengült. Nem érdekes? Tehát még a tagállamok is meggyengültek. Tehát mi az EU előtt jóval erősebbek voltunk. Azt hiszem az EU csatlakozás az mikor 2009-ben volt, vagy valahogy így. És azelőtt mi erősebbek voltunk. Minden tekintetben. Gazdasági szempontból is, katonai szempontból is, minden tekintetben. Ugye a sorállományt is körülbelül akkor kezdték el megszüntetni. Tehát a katonai sorállományt. Szóval lényeg az, hogyha ezt megnézzük, akkor a lakosság nagy része az azt gondolja, hogy
hogy ugye ez egy olyan háború, amit ugye Oroszországnak el kellene veszíteni. De hát hogyha jobban megnézzük, hogy az egész mögött gyakorlatilag mi van, akkor mondhatjuk azt, hogy ideológiák harca van. Hát ugye a vallásos ideológia és a vallástalan ideológia, az ateista ideológia között. Tehát ha megnézitek, nagyon érdekes, mert a múltban, amikor a szocializmussal akarták elérni a világuralmat ezek a családok, akkor az ateizmus bevezetésével akarták elérni. És ha megnézed, most a nyugat az ateista. Tehát ateista. Tehát hát ha most nem szocializmussal tudták elérni a teljes ateizmust, akkor most a kapitalizmus eszközeivel próbálják elérni az ateizmust. És hát érdekes, egy világban élünk, és hogy ennek mi lesz a vége, ugye az ugye még így, ugye több esélyes a dolog, még előre nem látni, de az biztos, hogy nem feltétlenül az a jó és az a rossz, amit a média elsősorban rossznak vagy jónak propagál. Oké? Tehát ugye ez nem képzés, az első rész. Ez csak egy ilyen felvilágosító, más nézőpontot is figyelembe vevő tudásátadás, de nem módszerek. Tehát van egy szabály az ember működésével kapcsolatban, hogyha megnehezül az életed, akkor nem teheted azt, amit előtte csináltál, amit addig csináltál. Tehát ha megnehezül az élet, akkor ugye az egyik dolog, hogy többet kell dolgozni. Kettő, változtatni kell. Ez egy két abszolút szabály. Tehát amikor életnehezülés van, akkor ezt a két szabályt feltétlenül alkalmazni kell. És akármilyen hihetetlen, nem spórolni kell, amikor nehéz a világ, hanem minél több pénzt be kell abba fektetni, hogy az embernek még több bevétele legyen. Oké? Tehát még több bevétele. És még több munkát kell befektetni azért, hogy még több bevétele legyen. Tehát ami azt jelenti, hogy ha romlik egy családnak a helyzete, tehát az embereknek gondolom az lenne a legfontosabb, hogy ők maguk hogy élnek. Abból a szempontból másodlagos, hogy mások hogy élnek. Mert ha sokan jobban élnének, akkor az azt jelenti, hogy mások is jobban élnének. Logikus, nem? Tehát ha a családok jobban élnének, akkor a társadalom jobban élne. Világos ez? De ezzel megint megbolondították az embereket, hogy ne így gondolkodjanak, hanem azzal foglalkozzanak, hogy az emberek, úgy ámblokk, a családok rosszabbul élnek. Hát nem azzal kell foglalkozni, hogy a családok rosszabbul élnek, hanem azzal kell foglalkozni, hogy a saját családod jobban éljen. És ha mindenki azzal foglalkozna, hogy a saját családja jobban élne, akkor mindenki jobban élne.
Logikus. De az embereknek sikeresen elveszik a figyelmét erről a dologról. Hogy az emberek ne arra figyeljenek, hogy magukkal mi van, hanem arra figyeljenek, hogy másokkal mi van. És ugye az emberben van egy ilyen azonosulási képesség, tehát minden emberben van, hogy akar valamilyen szinten azonosulni másokhoz. Ezáltal, hogyha az emberek arra figyelnek, hogy hogy élnek mások, akkor ha romlik az életszínvonaluk másoknak, akkor ezzel ő azonosul, és neki is romlani fog az életszínvonal. Világos ez? Tehát nem ez a jó megoldás. Tehát ezért vedd le a szemedet arról, hogy hogy élnek az emberek. Az az ő dolguk, hogy ők hogy élnek. Nem tudom, elég világos vagyok. A te dolgod az, hogy te hogy élsz. Érthető ez? Oké? És ha mindenki foglalkozna azzal ténylegesen, amit tennie kellene annak érdekében, hogy jobban éljen, akkor ebben a világban nem lenne válság. Világos ez? Csak mit csinálnak az emberek? Nem magukkal foglalkoznak, hanem ahhoz azonosulnak, azzal azonosulnak, amit mások csinálnak. Oké? Tehát ha szépen elérték ezt az embereknél, a múltban ez nem így volt. Francot foglalkoztak azzal, hogy többiekkel mi van. Mindenki csinálta, tette a dolgát. Érted? És ezáltal mindenki abban a korszakban megfelelően boldogult. Érthető ez? Tehát ha az ember, most gondold végig, az lenne a jó megoldás, hogyha elkezdenek az emberek éhen halni, akkor a te családod is éhen haljon. Csak mondtam egy példát. Azért, mert azonosulni akarsz másokkal. Érted? Jó, ne jöjjön el az időszak, de van erre törekvés, hogy ez eljöjjön ez az időszak. Nem az emberek részéről, hanem a háttérhatalom részéről, akik a világkormányban vezető szerepet akarnak betölteni. Világos azoknak a részéről. Tehát van ilyen törekvést, hogy az emberek éhen haljanak. Szó szerint. Tehát, hogyha nem tudnád, van egy olyan törekvés, hogy az egész bolygó élelmiszerellátását három részvénytársaság csinálja meg a jövőben. Három. Érted? Három részvénytársaság. Az egész bolygó élelmiszerellátását. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve az emberek élelmiszerellátása az nem az emberektől függne. Érted? Ha azt gondolná ez a három részvénytársaság, amely gyakorlatilag egy a tulajdonosai szövetségben vannak, érted? Ha azt gondolná, hogy jó, akkor most halasszunk éhen mondjuk 2 milliárd embert, akkor ezt így meg tudnák csinálni. Világos ez? Tehát elég jó kilátások vannak itt a jövőre nézve, hogyha ezek a törekvések, amit csinálnak, nézd meg, ahogy teszik tönkre a kistermelést, és egyre nagyobb és nagyobb kézben van az élelmiszertermelés mindenütt a világon. Mert az emberek nem látják át ezeket a dolgokat, hogy mire megy ki a játék. Most gondold végig, ha mondjuk három részvénytársaság csinálná az élelmiszertermelést, akkor azt raknának az élelmiszerbe, amit akarnak. És abból állítanák elő, amiből akarják, nem? Gondoljátok végig. És akkor onnantól kezdve gondolod végig, most nem is a bogár kérdés, mert a bogártól nem biztos, hogy meghalsz, de a vegyszerektől meghalsz idő előtt. Tehát nem a bogár a lényeg, hanem a vegyszerek a lényeg.
Tehát a, egy vegyszerrel a szervezet nem tud mit kezdeni, érted? Biztos a bogárban is vannak olyan alkotó elemek, amivel nem tud a szervezet mit kezdeni, de azt fogja az ember, aztán azt hátul kijön, tudod. Ez ennyi. De a vegyszerek azok nem így működnek, azok mérgek. Tehát a vegyszerek azok mérgek. Tehát az a szervezet számára. Jó? Tehát egy érdekes világban élünk, és mivel az emberek nem igazán látják át a jelenlegi világunkat, és mindent elhisznek, legalábbis a többség, hát ezért ugye szükséges valami felvilágosítás is ebben kapcsolatban. Tehát ugye miért van az, hogy az emberek nem látják át ezeket a dolgokat? Tehát bizonyára tapasztaltad azt életed során, hogy minél okosabb, értelmesebb egy ember, tehát mit jelent az, hogy okos, értelmes? Nem az, hogy baromi sokat tanult és lexikon a feje. Oké? Okay? Minek legyen az embernek lexikon a feje, amikor vannak lexikonok, érted? Amikor lexikális tudásra van az embernek szüksége, akkor fölüt egy lexikont és megnézi benne azt az információt. Miért van szükség lexikális tudásra? Tehát én ismertem, nekem volt annak idején olyan alkalmazottam, aki elment vetélkedőkre és nyert, érted, vetélkedőkön, mert hihetetlen lexikális tudással bírt. És közben ki kellett rúgnom, mert nem voltam elégedett a munkájából. Nem tudom, világos-e. Tehát ami azt jelenti, hogy a vetélkedőkön boldogult, de az életben egy nagy nulla volt, érted? Egy nagy nulla. Tehát nem az a lényeg, hogy kinek mekkora lexikális tudása van, hanem az a lényeg, hogy mennyire tud egy ember logikusan gondolkodni. Oké? Okay? Logikusan gondolkodni. Tehát a logikus gondolkodás az azt jelenti, hogy egymásra épülő gondolkodás. Jó? Tehát nem ugri-bugri a gondolkodásban, hanem egymásra épül a gondolkodás. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy logikus gondolkodás. Tehát az okos emberek, azok logikusan képesek gondolkodni, és minden helyzetben képesek logikusan gondolkodni. Érted? Na most, ha az embereknek sikerül elvenni a logikus gondolkodást, na erre szokták mondani a logikus gondolkodásra a magyar nyelvben, hogy józan paraszti ész. Emlékeztek erre a kifejezésre? Na az azt jelenti, hogy a józan paraszti ész az a logikus gondolkodás. Oké? Tehát minél kevésbé logikus egy ember gondolkodása, annál könnyebb elhitetni vele dolgokat. Tehát ezért a régi öreg paraszt emberekkel, tehát vidéki emberekkel nem lehetett mindent megetetni, most idézőjelben, nem hittek el mindent, érted? Mert a logikájukban nem fért bele, érted? Tehát ha valami nem fér bele az ember logikájába, akkor azt kiveti magából, legalábbis ez kellene, hogy legyen, érted? De a mai világban, mikor az embereknél elérik azt, hogy ne legyenek képesek logikus gondolkodásra, ezáltal bármit magukba tudnak szippantani, érted? Bármit. Tehát mindenféle hazugságot, mindenféle téves információt. Tehát ez úgy működik, van az elménknek egy olyan része, amely úgy működik, hogyha valami kérdés van, és nem tudod rá a választ, tehát a fejedben van egy kérdés, és nem tudod rá a választ, és valaki tudja, hogy neked arra kérdésed van, akkor fogja oda egy hazugságot be tud tenni, és te azt hiszed, hogy az az igazság. Az emberi elme úgy működik, képzeld el. Gondold végig.
És akkor most gondold végig, hogy hány olyan ember használ médiát, tehát néz tévét vagy internetet, ahol valamilyen kérdés motoszkál a fejébe, és akkor oda beraknak egy választ, érted? Ami tök mindegy lehet, hogy micsoda, hogy helyes vagy helytelen, befogadja az elméje az illetőnek. Oké? És ehhez csak annyi kell, hogy a logikát kikapcsolják. Na most a logika kikapcsoláshoz pedig az kell, hogy minél több félelem legyen az emberbe. Tehát egy emberben minél több félelem van, annál képtelenebb a logikus gondolkodásra. Jó? Persze ezt a médiában nem fogod látni, mert nem magyarázzák el, hogy hogyan működik az ember. Mert ha tudnák az emberek, hogy ők hogyan működnek, akkor ellen tudnának állni a manipulációnak. Világos ez? Tehát például, amikor nézel egy filmet, bármilyen film az lehet, dokumentumfilm, vagy hírek, vagy akármi, tehát nézel egy műsort az interneten, vagy mondjuk a tévében, vagy bármilyen más médiában, akár egy olvasol valami anyagot, akkor azt kellene figyelni, hogy hol manipulálnak. Érted? Ugyanis az összes olyan média, ami fizetett média, az mind manipulál. Érted? Mind manipulál. Tehát úgy fizetett média, hogy értsd, hogy gyakorlatilag fizetnek azért a tulajdonosok, hogy azok a dolgok ott megjelenjenek, érted? Keményen fizetnek. Jó? És ugye ez érdekes dolog, mert ugye a média olyan emberek tulajdonában van, akik ultra gazdagok, és elvárják a néptől, hogy fizessen nekik, érted? Az ultra gazdagoknak fizessen az átlag ember, vagy az átlag alatti, a röhely egyébként, a röhe. Szóval egy érdekes világban élünk, ahol ugye szükség lenne a logikus gondolkodásra. Mi kellene ahhoz, hogy az ember logikusan gondolkodjon? Pont az ellentéte. El kellene azt érni, hogy az ember ne féljen. Oké? Ez az egyik. Ezáltal, ha az ember egyre kevesebb dologtól fél, akkor megint csak az ellentéte van az iméntinek, akkor javul a hangulata. Hát jobb állapotba kerül. Az ember jobb állapotba kerül, minél jobb állapotban van, annál inkább tud logikusan gondolkodni. Oké? Hát minél jobb állapotban vagyunk, annál inkább tudunk logikusan gondolkodni. Tehát fordítva, emlékeztek, úgy volt, hogy elérik az, hogy féljél, és ezáltal elérik az, hogy rossz hangulatban legyél, és azáltal elérik azt, hogy ne tudjál logikusan gondolkodni, és ezáltal elérik azt, hogy könnyedén manipuláljanak. Világos? Na most ennek pont fordítva is működik a dolog. Tehát, hogyha eléred azt, hogy jobb hangulatba kerülj, akkor nem, eléred azt, hogy kevesebb félelmed legyen, egyre kevesebb félelmed, ezáltal eléred, hogy jobb hangulatba kerülj. Ha eléred, hogy jobb hangulatba kerülj, akkor elkezdesz logikusabban gondolkodni. Minél jobb hangulatban vagy, annál logikusabban. És ezáltal eléred azt, hogy ne tudjanak manipulálni. Világos ez? Tehát a manipuláció az a logikus gondolkodás függvénye. Világos ez? Minél kevésbé logikus egy ember, annál könnyebben lehet manipulálni. Tehát nem a hangulat miatt nem manipulálható egy ember,
hanem a logikája miatt. De a logikája akkor működik, ha jó hangulatú. Érthető ez? Jó? Tehát most gondold végig, hogy érje el az ember azt, hogy ne féljen. Hát úgy, hogy vannak olyan információi, amivel a félelem mögé lát. Érted? Tehát a félelem mögé lát. Tehát ami azt jelenti, hogy képes legyen rájönni arra, hogy attól nem kell félni. Érted? Tehát ez a félelem mögé látás, hogy az ember rájön arra, hogy attól nem kell félni. Majd azáltal, hogy a félelmek csökkennek, aminek ugye az anyja, a félelem anyja, az a halálfélelem. Ja? Tehát ugye az anya szül, mit szül? Hát hasonló lényt, mint ő maga, nem? Na ugyanez. Ugye a félelem anyja, a halálfélelem, tehát a halálfélelem mit szül? További félelmeket. Világos ez? És a félelem ugyanúgy néz ki, mint a gyerekszületés. Hogy először kicsi, aztán megnő. Érted? Ugyanígy van a félelem is. Tehát először kicsi ez a félelem, majd egyre nagyobbá válik ez a félelem. Tehát ezért mondhatjuk, hogy a félelem anyja az a halálfélelem. Tehát mondhatjuk azt, mivel az anya a halálfélelem, mármint úgy értve, hogy az a kiinduló pont a halálfélelem, érted? Ezért gyakorlatilag anya nélkül nincs gyerekszületés, még egyelőre. Oké? Tehát ugyanúgy halálfélelem nélkül nincs félelem. Világos? Hát, ha minél erősebb valakiben egy a halálfélelem, annál könnyebb félelmeket előidézni benne. Jó? De hogy hogy oldod meg ezeket a dolgokat? Nyilván nem itt fogom neked megtanítani, természetesen. Ha máshol akarnád ezeket megtanulni, akkor úgyse fogod tudni, tehát teljesen mindegy. Nálunk meg lehet tanulni, nagyon kedvező áron. Azt mondja, hogy ha 12.500-at visszaosztunk 30 órával, akkor 400 pár forintra jön ki óránként a képzés. Ettől egy kicsit eltér az első hónap, mert az első hónapban 660 forintra jön ki, 19.700-ra. Jó? És van egy év árgaranciánk is, ami nem árt ugye a mai világban. Szóval gondold végig, hogy vajon szükséges lenne mondjuk olyan tudás, ami a nyugati társadalom legnagyobb problémája, arra adna megoldást, és ez pedig a halálfélelem. Tehát a nyugati társadalom, a nyugati embernek a legnagyobb problémája a halálfélelem. Tehát azt én megértem, hogy egy állat fél a haláltól. Azt én megértem. Még akár egy bogár is fél a haláltól, érted? Azt én teljesen megértem. Nyilván azt is megértem, hogy én féltem a haláltól. Oké? Ezt is megértem. De azt nem nagyon tudom megérteni, hogy miért akarnak félni az emberek egész életükben a haláltól. Oké? Én tudom, hogy miért akarják ezt. Tehát tudom, de akkor sem vagyok hajlandó megérteni. Világos ez? Tehát ugyanúgy, mint aki hülye akar maradni életében, azokat sem értem meg.
Oké? Azokat se. Tudom, hogy miért akar hülye maradni egész életében, de akkor sem vagyok hajlandó megérteni. Oké? Elfogadom, de nem értem meg. Tehát a kettő közt óriási különbség van. Az elfogadás és a megértés között. Most gondold végig, egy olyan ember, akit a halálfélelem motivál, az hogy élvezi az életet? Annak milyen élete van? Márpedig ha megnézzük, a nyugati társadalomban ez van. És azt látjuk, hogy az emberek jól érzik magukat a bőrükben. Tehát most sokkal nagyobb a halálfélelem, mint valaha, amire én emlékszem, általános halálfélelemről beszélek. Sokkal nagyobb. Tehát ha végig gondolod, a társadalomban a halálfélelem sokkal erőteljesebb, mint valaha. Oké? Tehát így akkor lassan átlátod, hogy az emberek, hogy rosszul érzik magukat a bőrükben, és a halálfélelem mértéke, ez párhuzamos egymással. Tehát teljesen összefügg. Oké? Na most a világon akármilyen hihetetlen, sok olyan ember van, akiben nincs halálfélelem. Érted? Tehát sok. Csak ők nem nyugaton laknak. Oké? Tehát nem a fejlett civilizációban élnek általában. Oké? Hanem még olyan társadalomban, ahol tanították az embereket valamilyen szinten az élet és az ember működésére. Márpedig itt a nyugati társadalomban az ember és az élet működésének tantárgya az valahogy kimaradt. Vagy rosszul látom? Tehát ez a tantárgy kimaradt. Pedig az, hogy hogyan működik az élet, meg hogyan működik az ember, az fontosabb, mint bármit tanítottak az iskolában. Még a számolásnál, meg a írásolvasásnál is fontosabb. Tehát most gondold végig, vannak olyan emberek, meg voltak is évezredeken keresztül, akik nem tudtak írni, olvasni, de nem féltek a haláltól, és sokkal boldogabbak voltak, mint a mostani emberek, akik tudnak írni, olvasni. Mert az írással, olvasással igazából azt érték el, hogy még, ne csak úgy tudjanak manipulálni, hogy ahhoz mondjuk nézni kell a tévét. Ugye régen nem volt tévé. Hanem az emberek azáltal, a tulajdonsága által, hogy olvas, azáltal már lehet manipulálni. Világos ez? Hogy olvas. Jó? Tehát ebből ugye meg is kérdezném, hogy itt az olvasással kapcsolatban, hogy amikor olvasol valamit, akkor mennyire tudod azt, hogy éppen mikor manipulálnak? Honnan tudod? Tanultad valaha, hogy mondjuk, hogy olvas bármit? Bármit. És úgy, hogy lehetőleg ne tudjanak benne manipulálni? Nem tanultad? Nem kellett volna? Gondold végig. Tehát az embernek vannak olyan képességei, ami az öt ismert képességünkön felül van. Oké, még van további hét képessége az embernek. Mi ez az öt képesség? A látás képessége, a hallás képessége, a szaglás, az ízlelés és a tapintás képessége. Ezen kívül még van hét képessége az embernek. Például az a képessége is megvan az embernek, hogy ezt megtanulja, hogy hívhatja elő ezt a képességét,
hogy ha olvas vagy néz valamilyen manipulatív tartalmú anyagot, akár videót, akkor képes legyen arra, hogy kiszűrje azt, hogy melyik rész az, ami manipulál, vagy hamis, vagy kiszűrje azt, hogy melyik rész az, amelyik valós információkat tartalmaz, és nem akar manipulálni, hanem csak egyszerűen informál. Érted? Tehát mondom, gondoljátok végig, hogy azt gondoltad eddig, hogy az írás olvasása a legfontosabb az embernek. Hát mondom, évezredeken keresztül nem írtak, nem olvastak emberek, és sokkal boldogabbak voltak, mint most. Ezt nem azt mondom, hogy legyen valaki írás tudatlan, most ne értsétek félre. Érted? Most ezzel nem azt akarom propagálni. Csak az írás olvasás nem boldogít. Érted? A tudás boldogít. És ha megnézed, az írás olvasás, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy kifejlesztik benned azt a képességet, hogy tudjál írni, olvasni. Érted? És utána ezt a képességedet használod. Tehát az egy képesség, amit kifejlesztenek benned. Na most, de mi van azokkal a képességekkel, ami abban segítene, hogy jobban tudjál működni az életben? Érted? Tehát ez nekem olyan fura, tudom, hogy miért van így, mert ugye az élet és az ember működését kevés olyan ember van a bolygón, aki jobban ismeri, mint én. Legalábbis én még nem találkoztam élő olyan emberrel, de biztos van. Na most itt van az élet és az ember működésének az a része, hogy ugye nagyon fura számomra, hogy miért nem törekednek az emberek arra, hogy boldogan éljék az életüket. Miért a boldogtalanságra törekednek? Hát most gondold végig, kinek van szakmája? Szakma? Szakma? Valamilyen szakma, amit tanult? Oké. Ki az, aki végzett is tevékenységet a szakmájába? Az tegye fel a kezét. Oké. Jó. Na most, bizonyára megtapasztaltad a szakmádban, nem? Amit végeztél, hogy ha nem a szakma fogásait alkalmazod, érted? Akkor hát elrontod abban a, tehát nem jutsz eredményre a szakmában. Érted? Tehát minél jobban ért valaki a szakmájához, annál jobban boldogul a szakmájában, nem? Tehát az azt jelenti, hogy valaki egy szakmát jól értsen, mi kellett hozzá? Kellett az, hogy tanuljon elméletet, nem? Kellett az, hogy tanuljon gyakorlatot, nem? De ez nem volt elég, hanem folyamatos gyakorlás révén tette meg, nem? Ez a három dolog kellett hozzá. És minél többet gyakorolt valaki, nyilván ha szükséges volt, még tovább képezte magát, ugye az alatt az idő szak alatt. Tehát hogyha ezeket megtette, akkor mondhatjuk azt, hogy x év után ő egy profi, nem? És mondhatjuk azt, hogy könnyen boldogul a szakmájában, nem? Mi nem lehet így élni az életet? Miért csak egy szakmát lehet így élni? Miért nem lehet úgy élni az életet, hogy amivel találkozhatok az életben,
arra legyen tudásom. Miért nem lehet így élni? Miért nem lehet úgy felfogni az életet, mint egy szakmát? Miért fontosabb a szakma, mint az életünk? Miért? Hát én úgy gondolom, hogy az életünk az sokkal fontosabb, mint egy szakma, nem? Az ember fogja és újra tanulhat bármilyen szakmát, nem? És ezt az életedet fog, ezt az életedet újra tudod élni? Ezt az életedet soha nem fogod újra élni. Amit elvesztettél eddig, azt soha nem tudod visszakapni, érted? Újra létrehozhatsz dolgokat ebben az életben, de amit elvesztegettél, az elmúlt. Érted? Miért nem lehet úgy felfogni ezt az életet, mintha egy szakma legyen? Ha a szakmában jól akarsz boldogulni, akkor jóvá kell válni. Tehát ha boldogulni akarsz a szakmában, jóvá kell válni. Miért nem lehet ezt a felfogást átvinni az életbe? Ha az életemben jól akarok boldogulni, akkor jól kell csinálnom a dolgomat. És ugyanezt csinálni kell. Tanulnom kell, nem? Gyakorolnom kell, nem? És csinálnom, tennem a dolgomat. Csak a hármasság együtt működik. Tanul az illető, gyakorol, és csinálja a dolgát. Minél sűrűbben. Nem lehet egy szakmában jól boldogulni, ha mondjuk hetente egyszer csinálod. Nem lehet. Szakmában úgy lehet boldogulni jól, hogyha az ember naponta csinálja, lehetőleg sokat. Érted? Még abban a napban is. Tehát nem 5 percet naponta, hanem minél többet. Ugyanez az életünk. Az életünket is, hogyha minél többet tanulunk az élet és az ember működéséről, annál könnyebben boldogulunk. Vagy kérdezem azoktól, akik régebben tanulnak itt, hogy ez nem így van. Minél többet tanulsz az életed működéséről, az élet működéséről, minél többet tanulsz az ember működéséről, annál könnyebben boldogulsz az életedben. Miért akarnak az emberek boldogtalanok lenni? Azért, mert a háttérhatalom eléri, hogy ne akar tanulni? És akkor fogják és azt mondják, hogy miért tudom én, kitalál valamelyik barom, amelyikre megfizetik, hogy ez agymosás? Tudod, mit érdekel, hogy ki mit gondol? Leszarom. Érted? Hogy ki mit gondol. És ki mit mond. Az mióta agymosás, hogy az embernek módszerei, technikái vannak, ha bármi történik az életben. Ez mióta agymosás? Az a hülye agymosott, aki így gondolja. Hogy az agymosás. Jó, tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, az, hogy az ember tanuljon és fejlessze a saját életét, az ugyanúgy, mintha fejlődnél a saját szakmádban. Ugye a szakmákban is általában a mai világban nem áll meg az idő. Az azt jelenti, hogy ha az ember tovább akar boldogulni egy szakmában, akkor ott tanulni kell tovább, meg gyakorolni kell tovább. Tehát akár mondjuk azt, hogy néha vissza kell ülni az iskolába, érted? Hogy megtanítsák az új dolgokat. Hogy tudjál fejlődni abba a szakmába. És az élet az változatlan. Hát ha valaki azt mondja, hogy változatlan, akkor mit csinált az elmúlt 3 évben? Akkor nem látta, hogy volt változás bőven? Tehát minél több a változás egy szakmában, annál többet kell magát fejleszteni az embernek a szakmában, érted? Hát egy alap dolog, ugyanúgy az életünkben, az életben minél több a változás, annál többet kell magunkat fejleszteni. Fejlesztheted te magad, körülnézhetsz az interneten, hogy mennyiért kínálják a fejlesztéseket. De nem tudom, hogy áll, mekkora dagadt a bukszád. Figyeld, tudom, hogy olyan helyeken, ahol tényleg adnak az élet működésére tudást. Tudod, hogy?
Úgyhogy neked kell megtanulni, nem tanítanak. Fogják, eléd rakják a könyveket, és tyú, tessék tanulni. Csináld. Így van. Nem tanítanak semmit. Ha elakadsz, akkor azt mondják, hogy na nézz utána, itt ott, amott. Nincs magyarázat, nem magyarázzák el a dolgokat. Ha elakadsz az életedben, nem segítenek abban, hogy nézzük meg, hogy hol akadtál el. Azt mondják, hogy ja, akkor fogd, vedd elő a könyveket, azt tanuld újra. Érted? És tudod, mennyit fizetsz? Hát, ha van egy ingatlanod, akkor az lehet, hogy kevés hozzá. Annak az értéke. Mondjuk, fölemelkedtek az ingatlan árak, de attól függetlenül. Érted? Például náluk egy áremelés olyan volt, hogy egyik évről a másikra 7-szeresére emelték az árakat. 7-szeresére. Nem most, hát olyan 12-ben valahogy így. Ja nem, bocsánat, 2008-ban, vagy 7-ben, 2007-2008 környékén. 7-szeresére. Érted? Tehát, mit tudom én, elmész olyan tanfolyamokra, ahol tényleg adnak valami használható tudást, mondjuk egy hétvége, két nap, 1,5 millió forint. Érted? És akkor gondold végig, hogy hány ember tudja ezt megcsinálni az átlag emberek közül. Én ismerek olyan embereket, akik nincs telenné váltak amiatt, mert eladták a vagyonukat, hogy képzésre tudjanak menni. Személyesen ismerek ilyeneket. Na most akkor ehhez képest mondjuk az a 19.700 forint, az egy vicc. Érted? Az első hónapban. Utána meg a 12.500, még nagyobb vicc. De miért ilyen olcsó? Nem azért, mert olcsók vagyunk, jó? Hanem azért, mert minél több embert szeretnénk tanítani. Oké? És azt szeretnénk, hogy folyamatosan tudják a tandíjukat fizetni. Miért kell folyamatosan? Hát most gondold végig, egy szakmát, ameddig csinálod, tanulnod kell. Világos ez? Bármilyen szakma. Nyilván, ha egy nagyon egyszerű szakma, amiben nincs semmilyen fejlődés, az a kivétel. De mit tudom én, mondjuk gondold végig, én autószerelőnek tanultam annak idején. Azóta az autóiparban, ez ugye 80-ban végeztem, azóta az autóiparban mekkora változások voltak. Akkor még azt se tudták, mi az, hogy elektronika például. Most meg már tele van elektronikával az autó. Most képzeld el, az autószerelők, akik eddig sose szereltek villanyautókat, most meg kell tanulni például a villanyautókat szerelni. Érted? Mert már az is van a piacon. És akkor ha valaki autót akar szerelni, nem mondhatja, hát akkor nem érdekel engem a villanyautó, kit érdekel? Még az se érdekel, ha minden villanyautó, vagy mindenkinek villanyautója lesz. Hát akkor mit csinál utána? Éhen hal. Tehát gondold végig, minden szakmába van valami fejlődés. És ha az ember amíg a szakmát végzi, nem fejleszti magát, akkor a többihez képest lemarad. De ez mintha tehát párhuzamos lenne az életünkkel is, nem? És akkor ugye régen volt ilyen, hogy ugye úgy vannak a képzések, ugye mutatom, hogy van 25 témánk, ugye oda szaladunk, hopp, már túl is mentem. Itt van a 25 téma. Jó, akkor, mikor ezt kezdtük, nem volt 25 téma, kevesebb volt, és végeztünk vele 24 hónap alatt. Oké? És akkor sok témát úgy fejeztem be, hogy mit tudom én, az egyharmadánál. Mert letelt a hónap.
vagy a felénél meletelt a hónap, vagy a háromnegyedénél meletelt a hónap, érted? És akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, akkor ezt itt megállunk, innentől kezdve nem így csinálunk, hanem úgy, hogy minden témát végigcsinálunk. És akkor elkezdtük ezt, hogy végigcsináljuk a témákat, hát kiderült, hogy ugye nem, hogy két évben, már három évben se férünk bele, és hát ráadásul úgy, hogy mondhatjuk azt, hogy fél évről fél évre, vagy évről évre egyre több az információ bennem. Most gondold végig, ha egy szakmát addig kell tanulni és gyakorolni és csinálni, ameddig a szakmából élni akarsz, akkor az élet az nem így kellene, hogy működni? Hogy addig kell tanulnod, fejlődnöd, gyakorolnod, míg élsz? Mert ugye mikor fogja, és egy autószerelő azt mondja, jó, akkor most már nem tanulok ebben a kérdésben, ha elmegy mondjuk nyugdíjba. De te az életednél nincs nyugdíj. Érted? A munkádban van nyugdíj, de az életedben nincs nyugdíj. Ott nincs nyugdíj. Érted? Tehát vagy élsz, vagy meghalsz. Nincs köztes. Érted? Nincs olyan, hogy hát majd nem akarok élni, majd valaki él helyettem. Nincs ilyen. Vagy nem akarok élni, majd finanszírozza az életemet valahogy, érted? Most nem pénzügyileg, hanem hogy élj úgy. Tehát az életünk addig tart, míg élünk, és addig, ameddig élünk, az olyan, mint egy szakma, abból élünk, érted? Az életedből élsz. És ha élni akarsz, akkor tanulnod, fejlődni kell. Elérkeztünk egy olyan világba, ahol ha élni akarsz, tanulnod, fejlődnöd, gyakorolnod kell. Érted? Ha nem érted meg ezt, akkor nem jósolok neked hosszú időt. Világos ez? Tehát egy olyan világba kerültünk, ahol minden azért van, hogy te minél rövidebb életet élj. Ha ezt nem látod át, akkor te vak vagy, erre azt tudom mondani. Ha megnézed, minden téren szennyezik a levegőt, chemtrail, jó? Szennyezik a vizeket, például Amerikában már rég az ivóvízhez hozzáadnak aszpartamot. Érted? Rég. Nem tudom hány évtizede lassan. 2015-ben, mikor tanultam az egészséggel kapcsolatos dolgokat, akkor már aszpartamozták a vizet Amerikába. Érted? Tehát nem aszpartamozzák, bocsánat, rosszul mondom. Fluorozzák, így van, fluorozzák. Fluorozzák a vizet. Tehát fluor. Tehát a fluor az egy idegméreg. Jó? Tehát fluorozzák. Akkor nézzük tovább. Tehát a vizek kell van valamilyen szintű gond. Oké? A föld nagy részén az ivóvíz az nem iható, vagyis a víz az nem iható. Nem az ivóvíz, a víz az nem iható. Tehát a föld nagy részén. Tehát a föld nagyobb részén nem iható, mint iható. Akkor nézzük tovább. Az élelmiszerek gyakorlatilag szinte mind vegyszert tartalmaznak. Mind. Még azt is, amit te termelsz. Honnan veszem ezt? Hát gondold végig, mit tudom én, hány évtized kell ahhoz, hogy a vegyszer az kikerüljön a földből. Érted? Évtized. Akkor eleve a levegő vegyszerezett, ami éri a növényt. Érted? Na most, akkor onnantól kezdve, ha megnézzük, akkor a mosószer, amivel mosod a ruhát, a legtöbb embernél vegyszer. Oké? A vegyszeres ruhát
fölveszed, és a bőrödön keresztül felszívódik, főleg akkor, hogyha mondjuk beleizzadt. Miért? Mert akkor átnedvesedik a ruha, és onnantól kezdve a nedves vegyszert, ami a ruhában van nedves vegyszer, az szépen a bőrödön keresztül felszívódik. Érted? És akkor miről beszéljek még? Tehát ha azt mondod, hogy nincs kellőképp mérgezve az ember élete, akkor te nagy tévedésben élsz. Na most, és akkor mi a megoldás? Tehát az ember úgy működik, hogy van egy immunrendszere. Érted? És az immunrendszer, ha jó állapotban van az ember, akkor jó állapotú az immunrendszer. Sőt, ha az immunrendszer, megnézzük, akkor ha az illető tudatos, akkor az immunrendszer is tudatos. Oké? Ez mit jelent? Hogy az egyén tudatossága át tud menni az immunrendszer működésébe. Ez ezt jelenti. Világos ez? Na most gondold végig, hogyha egy ember nem tudatos, akkor mind az ellenkezője van. Érted? Ha megnézzük a betegségeket, a betegségek nem lennének, ha az emberek mondjuk feldobottság állapotában lennének. Nem létezne olyan, hogy betegség a bolygón. Nem lenne betegség. Hiába vannak vírusok, vannak gombák, vannak baktériumok, immunis lenne az emberiség erre, ha az emberek feldobott állapotban lennének. Erre a Czerzelendre mit mondott? Aki feldobott, az gyógykezelni kell, gyógyszerezni kell. Hát nyilván életében mondta. Ezt én a saját fülemmel hallottam egy tévéadásban. Képzeld el. Addig tiszteltem, onnantól nem. Czerzelendrét. Jó? Tehát gondold végig, hogy miért akarsz boldogtalan lenni? Miért akarsz félni a haláltól? Mert a halálfélelem az a félelem anyja. Oké? És a halálfélelem további félelmeket szül. Oké? Mint egy szülőanya. No, hát ha esetleg szeretnél több lenni egy átlag embernél, akkor itt a helyed. Ma meg akarsz maradni átlagembernek, akkor meg élj úgy, ahogy akarsz. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Akkor át is adnám a szót. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a hihetetlen lendületes előadást. Én pont ezen gondolkoztam, ahogy mondta, hogy ez sajnos már pár éve is így volt, de egyre jobban látszik a világban, hogy ha megyek az utcán, én mindig nézem az emberek arcát. Egyre rosszabb állapotúak. Tehát idáig nem néztek a szemembe, most már még lejjebb vannak. És azon mosolyogtam, hogy az igazgatónőnk mesélte vasárnap, hogy a lányával tömegközlekedésre ültek. Ugye nem azzal szoktak járni, de hát gondolta, kalandozik egyet, és tömegközlekedésre ültek, és ő annyira jól érezte magát ott, hogy föltörtek benne a régi emlékek, hogy milyen volt gyerekkorában, és ez a nevetett, tényleg boldogan érezte magát, és furcsán néztek rá az emberek. Ez bolond? Minek örül ennyire?
És itt a különbség, hogy ugye mi mindennapunkat így éljük, hogy így érezzük magunkat, és ezért fontos egy ilyen közösségbe tartozni, ahol az emberek így érzik magukat, mert muszáj ezt kivinni a világba. Tehát ugye egyre rosszabb állapotúak, és ahogy mesterünk is elmondta, valóban, tehát nekünk kell először odáig eljutni, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy mint amikor a tóba beledobjuk a követ, és elkezd hullámozni, hogy így tudjuk ezt kivinni a nagyvilágba mindenki számára. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni, mester, hogy mi lehetünk a mai nap házigazdái, gyorsan még az elején, mert elfelejtem. Én ritkán beszélek, de azt mondják, hogy akkor sokat. Tehát visszakanyarodnék ugye a három nagy cég akarja előállítani nekünk az élelmiszert. Most olvasgattam itt a Bill Gatesről, ugye neki az édesapja valami gyógyszeripari, akár minek a nagykutyája. Ugye Bill Gates mondott egy olyan, elhangzott a szájából egy olyan mondat, hogy az emberiséget egy vakcinával le lehet redukálni. Így van. Erre most olvastam valamelyik nap, hogy Amerikának a termőföldjének a 70%-át felvásárolta, ami nem termel semmit. Akkor most mi is itt a cél? Hát kiborult a Billy. A kis Billy, mi? Pont a nyakunkba folyik. És akkor itt a másik, amit akartam még mondani, hogy az embereknek igenis kell egy biztos pont az életükbe. A többségnek az a halálfélelem. Az egész életét végig kíséri, hogy egész életében végig félt a haláltól, és egész addig, amíg meg nem hal. Nekünk itt a PPH-nál a biztos pont a PPH. Ezt a biztos pontot, ezt a tudást, ezt a közösséget nagyon nagy szeretettel ajánlom bárkinek, sőt mindenkinek. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Minden egyes embertársunkon tudunk segíteni. Ha nem fogunk össze, akkor gyakorlatilag az lesz, amit a nagyhatalmak akarnak velünk, hogy eddig birkának néztek minket, vezettek az órunknál fogva, és most érdekes módon elkezdenek velünk etetni mindenféle kukacokat, rovarokat, férgeket, tehát most jött el a pillanat, amikor madárnak néznek minket. Na most üzenem nekik, hogy jó étvágyat édesanyátoknak. Én csak ennyit tennék ehhez hozzá, és hát vissza is adnám a szót, mert látom, hogy kifutottunk az időből. Úgyhogy nagyon jó tanulást kívánok mindazoknak, akiknek lehetőségük van a második részre. És akiknek meg tetszett ez az első rész, annak javaslom, hogy minél hamarabb kezdje el az a 20 000 forint, sőt, annyi nem kell hozzá. Az életed legjobb befektetése. A tudás a legjobb befektetés. Az a biztonság, amit még itt mellé kapsz, a világon nem kapod meg máshol, és az egyetlen olyan dolog, amit tenni kell a közeljövőben, azért, hogy normális életet éljél, arra megvan a tudás Szedlacsik Miklósnál, minden tanulónak el fogja mondani. Úgyhogy gondolkozzál, akinek meg nem tetszett az előadás, annak ugye a Berta Tusek házaspárnak a férfi tagja, Tusek el szokta mondani, akkor nézzél meg még egy pár videót, hidd el, megtalálod a magadét, ahogy én is megtaláltam magamét, és kezd el az életedet jobbá tenni, csak azért, hogy a másét is jobbá tud tenni. Köszönöm. Én nem is húznám tovább az időt. Szünet után a szeretetteremtő coach képzésünk folytatódik, amelyen, ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor, ahogy Karesz is és Tusek is említette, azt javasoljuk, hogy nézd meg még néhány előadást a mesterünktől. Most pedig 30 perc szünet következik, a szünet pontosan a végéig tart, és mondanám az új tanulóknak, hogy a weboldalon, ha bejelentkeznek, akkor a második kék ikonra kell kattintani, az élő coachképzés. Részvétel az élő coachképzésen, ott fogjátok látni a coachképzést. Köszönjük még szépen egy, még egy szösszenetnyi energiát tennék még ebbe.
Tehát mivel szeretetteremtő kócsképzésünk lesz a következő, én úgy gondolom, hogy ez egy ide illő mondat. Szórd a szeretetet, mint naposugarát. Úgy leszel boldog majd itt és odaát. Köszönöm. Köszönjük.